Kőbánya Kispest, köszönti Önöket! Itt vagyunk Kőbánya Kispesten, srácok, és hát ma nem mentünk túl messzire. Ugye, itt vagyunk, és hát ma a Lajos-Mizsei vasútvonallal fogunk foglalkozni. Sajnos a Desiro pont akkor jött a Lajos-Mizsei vasútvonalról, Lajos-Mizsei irányából, amikor elkezdtem a videózást, de már pont nem láttátok, úgyhogy hát ezt sajnálom igazából. Kijöttem itt a Vágányokon túlra, vagy a Peronokon túlra, és szépen itt lesétálok, ez már ilyen félig meddig üzemi területnek tekinthető szerintem, vagy Franc se tudja igazából, itt mellettünk vannak a metró kihúzói még, azt hiszem itt még nem, már idáig nem tartanak, bocsánat, de amúgy itt lennének, tehát nagyjából ott volt a határa, ameddig tartottak a kihúzók, és hát igen, ez már egy kicsit félig meddig üzemi terület, de ezt kevésbé tartanám veszélyesnek, hiszen itt tényleg a Vágányoktól jó távol vagyunk, nincs probléma. És akárhányszor jövök haza a Lajos-Mizsei vasúttal, Desirókkal ugye, de most aki így nem tudná, tehát a Lajos-Mizsei vonal nyugatiból Lajos-Mizsérig tart, ez egy villamosítatlan, nagyrészt egyvágányú pálya, kitérős megoldásokkal, a menetrend szerint gyálon találkoznak a Desirók itt, azt hiszem Kökinél szoktak összefutni, gyálon találkoznak a Desirók, Inárcson találkoznak a Desirók, meg Dabason. Nem, Örkénynél találkoznak a Desirók, bocsánat. Tehát jelenleg menetrend szerint így vannak a találkozási pontok, villamosítatlan pálya, szép időkben jártak itt csörgők, tavaly azt hiszem felváltva voltak Desirók és csörgők nyáron, mert ugye nyáron a Desirókat elviszik a Palatonhoz, és idén pedig úgy döntöttek, hogy maradnak csupán a Desirók, ami idefér. Hát ez egy hibás döntés volt szerintem, legalábbis én annak vélem. Küldtetek képeket rengetegen, akik ezen a vonalon vonatoztok, hogy micsoda zsúfoltság van és élhetetlen az utazás csúcsidőben, és kértetek, hogy csináljuk majd róla videót, fogok, ígérem. Most el fogok menni Szegedre, de a jövő hét első projektjei között ott van mindenképpen. Igen, tehát attól, mert én a MÁV-val úgymond együtt dolgozom, én ezt nekik is jelentettem és el is mondtam, és ugyanúgy, ahogy tegnap az étkezőnél is, étkezőkocsiban is megfogalmaztam kritikát, meg fogok fogalmazni kritikát. Tehát természetesen, ami negatív, arról is beszéljünk, nem kell homokba dugni a fejünket, úgyhogy lesz róla videó. Valóban az, hogy most csak a Desirók közlekednek csúcsidőben és szólóba, tehát még csak azt jött csatolva, hát az nem normális dolog. Tehát az nem normális dolog, ezt el kell ismerni. Hát a jegy ellenőr, láttam a képeken, így sasszézik, hogy elférjen az emberek között. Na mindegy, fogunk róla videót csinálni. Ez itt már a Lajos-Mizsei vasútvonalhoz vezető vágány. Szépen az 1-esre szokták betenni általában, ha a Lajos-Mizsi felől érkezik, és a 4-esre szokták betenni Kőbánya Kispesten, hogyha a nyugatiból érkezik a Lajos-Mizsei vonat. És szépen itt akkor át kell keresztül kasul, ha a 4-esre érkezik, vágni a mindenen, és akkor mostantól már mutatom inkább a pályát, ne engem nézzetek. Szóval, hogy itt át kell szépen sasszézni a váltókon, itt, ne ezt a vágány nézzetek, ami hozzám közelebb van, bocsánat, fókuszt elvesztettük közben, és itt szépen, ugye egy vágányjá avanzsálódik a sztori, és innentől kezdve egy vágányú a pálya, tehát tulajdonképpen a nyugati zugló, Kőbánya alsó, Kőbánya Kispest, az ugyanúgy neki is megvan, mint akár mondjuk az S50-nek, vagy rengeteg más járatnak, és innentől válik le a pálya szépen. Na, és az az igazság, hogy azért jöttem most el ide, mert rengeteg olyan dolgot fedeztem feleint a vonatból, ami számomra érdekes, aztán majd ti eldöntitek, hogy számotokra is érdekes-e. Annyit el kell árulnom, hogy már most nem vagyunk rohadtul egyedül, mert hogy itt ilyen, hogy mondjam, ilyen falu van, tulajdonképpen ilyen hajléktalan falu itt a vasút mellett, hát ezt is felfedeztem a vonatból, rengeteg ilyen kis sátor van, például arrafele is, meg ilyen kis bungallók. Na, de hát itt áll egybe a vonal, és akkor megmondom nektek, hogy most van 35, és fú, hogy is van a Lajos-Mizsainek a menetrendje? 18-kor indul nyugatiból, hát aminek olyan 37-re kell beérnie Kőbánya Kispestre, én azt hiszem. Tehát az azt jelenti, hogy valamilyen jó pozíciót itt keresünk szépen mindjárt. Hallgatom az üzegést. És keresünk valami pozíciót, és akkor
és akkor fel fogjuk venni, mert hogy hamarosan akkor érkezni fog rajta egy Dezső. Mert utána aztán szemből soká fog érkezni, most ment el, és ugye, hát aki ezt nem tudná, esetleg óránként közlekednek a Dezsők. Na, szerintem ezt a pozíciót itt belőjük magunknak, aztán ha nincsen késés, akkor annak mindjárt jönnie kell. Brutálisan nem volt késő, srácok, képzeljétek el, lenyomtam a kamerát, és már újra fel kellett engednem, mert jött a Dezső. Akkor viszont nem 37-re, hanem 33-ra ér be Kőbánya Kispestre. Bocsánat, hát a menetrem pedig némileg a fejemben van, de látjátok, hogy azért nem pontos, úgyhogy ne hagyatkozzatok rám minden esetben. És akkor itt ugye felüljáró híd, hát a legtöbb ilyen üllőre, vecsésre, meg ugye azon a vonalon mozgó helyekre, illetve hát a helyek nem mozognak. De a volánbuszok igen, amik rajta közlekednek, mert hogy ezen szoktak átmenni. Szépen én is jártam ugye üllőre például volánbusszal, erről már múltkor beszéltem, hogy nekem ezen a Vecsés üllő monor vonalon volt mindenhol barátnőm, és ugye ezért is ismerem ezt a vonalat. A közlekedés ügyileg volt, aki ez busszal, volt, aki ez vonattal, volt könnyebb, legtöbb esetben egyébként busszal jártam. Úgyhogy egyébként busszal is nagyon élhető üllő. Én sokan panaszkodnak a üllői közlekedésre, igen, tudom, hogy a vonattal most az új menetrend változás miatt van egy kis probléma, viszont így maga abból a szempontból, hogy vonat is van, busz is van, és mind a kettő nagyon jól ki van szolgálva, én szerintem nem sok panaszra lehet okuk, ez az én szubjektív véleményem is igazából. Ez is egy kicsit hasonló videó, ez a Mi van a vasút mögött című sorozatunk, és most itt akkor átmegyünk, hát elméletben nem szabad jönni semminek, de persze erre sose hagyatkozzatok, hogy nem szabad jönni semminek. Mert ami itt van, az brutális szerintem, tehát most nem olyan fogok azért ilyen nagy veszélyekbe sodorni saját magunkat. Elhagyatott brutál rész ez. Igazából azt se értem, hogy ez itt miért van leaszfaltozva. Ezt is mindig nézem, hogy ez mi az Isten lehetett itt, hogy ez le van aszfaltozva. Tehát az, hogy a felüljáró az valami brutál rossz állapotban van, az egy dolog még. Ugye itt mennek ezek a nagyon gusztustalan csövek itt az égbe, ha lehet ezt így mondani. Ugye? És itt végig, most ha erre elgyalogolnánk, egy kicsit meg fogjuk tenni, de nem végig. Ha erre elgyaloglunk, srácok, ilyen brutális, ilyen hajléktalan tanya van. Természetesen ugye én most azért nem akarok ilyen utálkozós lenni, vagy annak tűnni, mert hogy ha hajléktalanok is valahol lakniuk kell, és ahogy láttam, tényleg nagyon ahhoz képest nagyon kultúráltan berendezték itt maguknak a környezetet, de srácok, itt konkrétan egy lakótelep van, tehát tényleg egy hajléktalan lakótelep van, nagyon brutális, és valószínűleg ez az út egyébként azért lehet leaszfaltozva, hogy itt a csöveket, hogyha kell rendezni, vagy javítani, vagy bármi, erre tudok csak gondolni, úgyhogy brutális, ami itt van, de ugye most valami ilyen egyébként, nem tudom mi. Innen nem is fogjuk látni. Szóval, amiért ide jöttünk, az a Lajos Ügyei vonal, és ezt akkor tartsuk is a továbbiakban természetesen, úgyhogy én vissza fogok menni, mert hogy leginkább most azt szeretném nektek bemutatni, de hát azért ez itt brutális, hogy ezt nézzetek meg. Csőhegyek, szeméthegyek. És itt végig lehet sétálni a vasút mentén egészen, hát Lőrincig, Pestent Lőrincig le lehet sétálni, ugye az a következő vasúti állomás. Itt valakinek itt a pólója. Úgyhogy, hát nem egy kellemes hely, én azt gondolom egyébként. És arra már, hogy a házak vannak, mert igazából én azt szeretném nektek megmutatni, hogy a Lajos Mizsei vasútvonal, ez tényleg egy olyan helyen megy, mint a Mordor, gyerekek. Tehát, hogy ilyen régi lepukkant gyárak, nagyon klassz épületek így a ilyen tekintetben. És akkor ilyen, közben ilyen kertesházi övezet, hát lakna ott a franc, de mindjárt megmutatom nektek. Na, visszajöttünk szépen ide, és hát itt vagyunk még egészen a Kőbánya-Kispesti leágazástól.
torkolatából jövünk szépen és haladunk, ugye hamarosan elérjük, hát azért így lábon lesz egy kis idő, de elérjük az Üllői úti keresztet, ugye, az Üllői úttal találkozik szépen, és hát eszméletlen ott is, hogy folyamatosan vitték le a sebességkorlátozást. Most már képzeljétek el, hogy 5-ös, tehát 5-tel kell áthaladni a Dezirónak az Üllői úton. Brutális, hogy tényleg, hát nem is tudom, szerintem egy jó fél évvel ezelőtt, még az 5-ös, az azt hiszem 20-as volt, vagy 10-es, de 5-ös, kegyetlen. Úgyhogy egyébként is itt a pálya, azt hiszem 40-es, és itt Ócsa és Kispest között talán a legrosszabb, mert még nem vagyunk Kispesten, ugye még csak Kőbánya Kispestről jöttünk el, ugye Kispest az egy külön vasútállomás, ahol talajos-mizsei vonatok haladnak át csak személyforgalomba, úgyhogy az egy ilyen kisebb állomás, de majd szerintem el fogunk bőven sétálni odáig is. Bocsánat, ez itt egy elég kellemes környezet, és tudom, hogy szélzaj van, nem tudom, hogy fogja fel nektek, szélzaj van. Ez egy elég kellemes környezet, itt ilyen kertesházi övezet van, egy kicsit olyan, mintha az előbb még ott voltunk bent a Kőbányán Kispesti forgatagba, most meg olyan, mintha egy kicsit kiérkeztünk volna, és már nem tudom, valami vidéki helyen lennénk, és hát mindjárt megint nagyot fog változni a világ itt velünk, meg a Lajos-mizsei vonallal. És akkor itt a Derkovics Gyula utcánál van egy vasúti átjáró. Láthatjátok, hogy sorompóval mindennel együtt, tehát egy komplett átjáró. Most is szépen megvárjuk, még a kedves autós elhagyja a helyszínt. És a következő is. Jó van, hát majd egyszer átjutunk, srácok. Igazából nem számít. Na. Mindjárt ugat a kutya, azt akartam nekik felvenni, de nem ugat, csak morog. És akkor itt meg, hát brutál szélzaj van, bocsánat, itt meg ilyen kertesházak között, ugye láthatjátok, hogy egyik oldal sincsen út hivatalos, rotyog, zörög a vonat. Ez szerintem nagyon feelinges rész, ez nagyon-nagyon tetszik nekem, nagyon szeretem, tehát már régóta terveztem, hogy bejárjam így. Aztán lehet, hogy majd megint írjátok, hogy ez csak az én hülyeségem, hogy ilyenek érdekelnek, így lábon. Ez a kedvenc részem, srácok, ez egy zajfelvédő fal, ami körülbelül egy olyan 10 méter se, mennyi lehet ez, 8? 8 méter tart, és itt már megint nincs szükség zajvédő falra. Most itt kétlem, hogy hivatalosan átjárni a vágányokon, biztos, hogy nem, de azért a gyalogos út végét meghagyták egy lyuknak, hogy azért át lehessen. Úgyhogy ez a megoldás is nagyon, nagyon tetszik. És hát igen, biztos vagyok benne, hogy már sokan mondjátok, hogy úristen, erről kell videót készíteni, hogy bejárod a Lajos-mizsei vasútvonalat, mint tudom én, Kispestig, vagy lehet, hogy tovább tudunk menni. Majd meglátjuk, hogy bírja az akku, mert hogy én terveztem egy olyat, hogy eljutunk odáig, ahol a villamossal, ugye a régi 51-es villamossal keresztezték egymást. Van ott még maradvány, nem tudom, hogy el tudunk-e jutni, marad ennyi aksi kapacitás. De hát igen, engem az ilyen marhaságok érdekelnek, srácok, tehát valaki írta, azt hiszem te voltál, Nudli, hogy a Lajos-mizsei az neked az ilyen, nem tudom, hogy fogalmaztál, hogy veszted, vagy nem tudom, tehát hogy így különösen kedveled. Én általánosságban különösen kedvelem az ilyen koloncokat, tehát ami egy közlekedési társaságnak úgymond a kolonc. És a Lajos-mizsei vasútvonal egy kolonc a MÁV-nak, most ez kimondva, kimondatlanul az, hiszen egy borzasztó rossz pálya, egy vágány, villamosítatlan, kitérős megoldás, folyamatosan késések vannak rajta. Ugye azon a pályán, ahol kitérési megoldás, ott aztán elkerülhetetlen, mert bármi gigszer van, ott megcsúszik az egész napi menetrend szinte. Úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen kis különcöket, az ilyen kis koloncokat. És a Lajos-mizsei vasútvonal az egy ékes példája, hogy hogyan legyen egy vasútvonal kolonc. És azért Budapesten egy ennyire régi módi pálya tényleg, ugye, újra csak azt tudom mondani, hogy villamosítatlan, egyvágányú, mégis egy fontos elővárosi vonalunk. Hát én azt gondolom, hogy ez érdekes. És akkor itt kezdődik az a rész, ahol ilyen nagyon, számomra nagyon tetsző, ilyen téglaépítésű gyárak, telephelyek, félig meddig működő, félig nem működő telephelyek jönnek sorra. Tulajdonképpen itt a Vasút utcába, mert hogy van ennek neve, pedig láthatjátok, hogy igazából hát ez a másik, hogy földút, tehát egy brutális, hogy itt vagyunk Budapest tényleg
már úgy a határában, hogy a belváros határában, mert Budapest még bőven tart kifele, itt arra bőven van. Itt vagyunk a belváros határában, és itt paktatunk a földúton az egyvágányú elővárosi fontos vasútvonal mellett. Nekem ez brutálisan tetszik. Különösen tetszik, ahogy azokat a valószínűleg ablakok voltak, külön még betéglázták. Nagyon nagy. És ugye itt jön az első érdekesség, itt most jelenleg ez az acél és színes fém hulladék átvétel van, és láthatjátok, hogy nagyon érdekes pozícióban van a kapu. Ez nem véletlen egyébként, itt érdekes módon a sim maradványát nem lehet. De. Itt láthatjátok. Itt van a sim maradványa. Ez kérlek szépen titeket a Lajos-Mizsei vasútvonalból ágazott ki. És majd, hát itt sajnos pont ülnek rajta, de a kiágazást is megpróbálom nektek azért megmutatni. Na hát itt van, teljes egészében megvan a vágány egyébként. Csak a föld lepte el, itt közben dolgoznak a munkások körülöttem. Csak a föld lepte el, de a vágány ez teljes egészében megvan, és itt láthatjátok, hogy ahol a teherautó állott, szépen átmegy rajta, és ott megy be a kapun a vágány, és ugye hát ez a Lajos-Mizsejéről ágazott ki, amiből ma már nem láttok majd semmit, hiszen jó rég kiszedték a kiágazást. Na hát nem tudom, hogy a szélzaj miatt azért hallottatok-e mindent, de itt volt, nagyjából itt volt a kiágazása a vágánynak, de hát ma már semmi nincs meg, se váltó, se semmi. Ez teljes mértékben eltűnt, nincs pontos adatom róla, hogy minek volt a telephelyéhez szolgáló iparvágány, illetve hogy mikor szedték ki. Ez a ház is hát brutális, nagyon nagy. Ez az egész környezet, ezt nézzétek. És akkor elérkeztünk arra a ponthoz, ahol áthalad az Üllőin szépen a Lajos-Mizsei vasútvonal. Láthatjátok a lassú jelet, ugye egy ötös. És itt ugye a házikó volt ebbe, van szolgálata mai napig is. Na és akkor most nem Dezirón fog áthaladni a Lajos-Mizsein, hanem majd az 50-es TV6000-es, ami mindjárt érkezik. És hát átzögy körődik. Majd hogyha... Nem tudom, ott megállója van? Nem. A villamos is öttel halad át egyébként a vágányokon. Az nem is olyan szokatlan, de az, hogy a Desiro is öttel halad át, az már brutál. Na és akkor itt van az, hogy a Lajos-Mizsei vasútvonal, ugye Kispest vasútállomás bejáratánál vagyunk, abszolút 40-es a pálya. Itt van mellettünk egy vágány, ami egészen fentről jön, itt egy bakban végződik, kevésbé érdekes, és ugye itt láthatjátok, hogy a vasútvonal itt van kitérőztetve, tehát akár Kispesten is találkozhatnának a Desirók, nem szoktak egyébként, csak hogyha valami menetrend bomlás van. Úgyhogy nem tudom, valamikor biztos volt, hogy itt Kispesten találkoztak. Most általában, ha találkoznak, és akkor a kökinél, de inkább úgy, hogy a Desiro beérkezik, és akkor rá 5 percre szokott megérkezni Kőbánya Kispestről az ellentétes Desiro. Előbb mindig a Lajos-Mizse felől érkező van, és utána van a Lajos-Mizse felé menő. Úgyhogy nagyjából így kell elképzelni. Na, a túloldalon láthatjátok, hogy van egy villamosított pálya, ez a 42-es, 50-es villamosvonal összekötő vágány. Villamosok szoktak rajta menni akár üzemi célból, de ugye például a fényvillamos az itt szokott kerülni, és akkor 42-esen bejön, itt átmegy szépen, és az 50-esen vissza a határútra. Amit viszont nem tudok, hogy miért vannak oszlopcsonkok végig itt a Lajos-Mizsei vonalán. Na,
És ugye ezt a két vágányt használja is a Desiro. Tehát, hogy esetleg valamikor ez a rész itt Kispestig villamosítva lett volna, vagy mi az Isten lehet ez? Nem hiszem egyébként, de tényleg írjátok meg, nem tudom. Mögöttünk pedig, azt nem tudom, hogy ez az épület is, de azt hiszem ez az épület is, meg az az épület is a régi Vörös Csillag traktorgyárhoz tartozott, ami ugye ma már nem létezik, de régen egy olyan ipari fontosságú gyár volt ez, hogy képzeljétek el, hogy volt időszak, amikor a 3-as metrónak a végállomását konkrétan ide tervezték a Vörös Csillag traktorgyárhoz, tehát ez egy ipari központ volt itt Budapesten. Hát hanyatlásnak indult, aztán ugye meg is szűnt. Ma ott a fél gyár terület, ami arra van, itt ez nem, de az arra van, az ott lepukkanva átsorog és várakozik valamire. Na és akkor itt vagyunk, ugye a vasútállomás épületénél, hát jártunk már itt és csináltam is már erről videót, úgyhogy igazából most nem nagyon fogunk erről mi videózgatni. Ugye azt láthatjátok, hogy itt például van egy rakodó, és ugye a vágány az akkor ide vezetett a rakodóhoz, de mind a két irányban, ugye ott is majd látni fogjátok, már tárcsa van, vörös tárcsa van rárakva, tehát már nem is használható, tehát hogyha még akarnák, se tudnának rá vonatot tenni, és most ugye itt mászkálunk ezen a abszolút nem EU-konform peronon, ugye nagyon-nagyon kis peronról beszélünk, ez ma már nem menne át az ilyen EU-s vizsgán, úgyhogy szűk, nagyon szűk. Abba gondoljatok bele, hogy ez mindig egy egyvágányú pálya volt, és itt mennyi vágány van, amit jelenleg nem használnak? Hát 3, 4, 5, mert ott a fűbe is van. Ezekre mind szükség volt valamikor. Tehát eszméletlen, hogy itt milyen élet lehetett valamikor. És ugye ez, hogy szükség volt, az leginkább a Vörös Csillag traktorgyár miatt, amit egyébként ki is szolgáltak egy iparvágánnyal, melyet azt hiszem, hogy hát ne haragudjatok a szélzaért, de egy szeles napunk van. Azt hiszem, hogy felszedtek az aszfaltból, és már csak a kiágazást fogjuk látni. De láthatjátok, ott volt a kapu, hát van is, és a vágány azt nem szedték fel, hanem ahogy látom, leaszfaltozták pusztán. Igen, hát az olcsóbb megoldást választották. Nekem még van olyan képem, ahol itt nincs leaszfaltozva, sőt videóm is van, 2-3 évvel ezelőttről, 2. És hát ez a kiágazás. És az ország egyetlen kisvasútja valamikor itt ment. Mint láthatjátok, itt van a maradványa. Nem viccelek, ez csak egy kapu. És annak a sínszerkezete. Azért remélem nem vetétek be. Kisvasút. Na, jó, ez szar poén volt. Menjünk tovább. És hát ugye, ha már itt járunk kint, akkor láthatjátok, hogy itt van a 42-esnek, ugye a Tóth Árpád utcai hurok valamikor ott volt, ott egy hurok végállomása volt a 42-esnek, ma már ugye a Tulipán utcánál felvégállomásban végződik a 42-es vonala, és szépen itt jött le, és haladt az 50-es vonalára rá, vagyis hát halad rá az 50-es vonalára, bocsánat, most én múlt időben beszéltem, de ez jelenleg is így van, és ugye tehát itt aktív feszültség alatt van a felső vezeték, tehát ne tévesszem meg senkit. Na és hát most kicsit sétálunk olyan helyen, ahol nem szabadna, amúgy egyébként tényleg, viszont hát szemből fog majd érkezni a következő Desiro, mögülünk ugye az előbb ment el, az majd még soká, tehát az majd 40 környékén fog ide érkezni, és most még csak 0-90. 45-kor viszont elhagyta Ócsát a szembejövő Desiro, ami azt jelenti, hogy hát ez egy elég lassú és szar pályán, valószínűleg most tarthat olyan gyál felső környékén, tehát azért nem olyan nagyon sokára érkezni fog. Na, és akkor átjöttünk itt szépen a 42-es villamosnak ott van a végállomása, a Tulipán utca. De itt van Kispest másik bejárata, másik irányból. És itt láthatjátok, hogy egy vágány átjön az úton is, tehát megvan, bár használaton kívül van. És ezt a vágány nagyon sokszor szoktam nézni a vonatból is. Ez a vágány itt megy a semmibe tulajdonképpen, és majd egyszer csak elvész. Fogalmam nincs, hogy ez mit szolgálhatott ki. Illetve csak Kispest irányából látok a Lajos Nüzseivel való, nem. Már most megcáfolom azt, amit még ki sem mondtam. Ugye azt akartam mondani, hogy nem tud, tehát nem lehet rácsatlakozni másonnan, csak Kispest vasútállomásról, de itt láthatjátok, hogy meg is van egy meglévő váltás, ott a váltó, azt kerestem az előbb, ott a váltó, és meg is van a
a váltási lehetőség. Nyilván hát ugye itt a, láthatjátok, hogy milyen állapotban van. Ez valami katasztrofálisan rossz állapotban van. Én nem is tudom, hogy itt végig tudunk-e majd sétálni rajta. Mert hogy azért nyilván aktív vasütővágányra nem fogunk sétálgatni, pláne olyan helyen, ahol nem tudunk szélre állni se, hogyha jön a vonat. És itt láthatjátok, hogy azt a minden itt összeérnek a sztorik, és itt tulajdonképpen át lehet csatlakozni erre a vágányra. Na most ez nagyon sokáig megy, még ott van egy érdekesség, oda felmegyek itt a susnyáson keresztül, de valószínűleg itt nem fogunk tudni sétálgatni, srácok, nagy elkeseredésembe. Ja, az is egy váltó lesz, én azt látom. Mert azért tényleg itt most már bármikor jöhet szemből a vonat, sajnos a visszafele menetrend az úgy van a fejemben, hogy megvan például az Ócsai indulása, az 45-kor van hivatalosan, és akkor itt van egy váltó, ugye? Hát igen, mert most itt erre sétálgatni, most itt megnézem még a kanyar, srácok, hogy mennyire tudnánk itt elmenni. Ugye nem sokáig kell ilyen susnyásba menni, hiszen szépen lassan beérkeznénk ugye a Nagykörösi irányából. Itt a lakótelepekre a 194-es busszal ugye találkozik a Deziró, illetve a Rajosmizsai vasútvonal. Tehát elméletben el tudnánk itt sétálgatni, és elméletben jönnie kell szemből lassan a Dezirónak. Hiszen azért, hát Ócsáról igen, 40 perc, 40-45 perc a menetidő, tehát az azt jelenti, hogy most már olyan Imre környékén kell, hogy legyen. Látjátok, itt jön az a rész, hogy nem fogjuk látni. Tehát, hogy itt bebokrosodik minden, hihetetlen módon. Itt nem tudunk átvergődni. És nem fogok menni a sinen, srácok, mert bármikor jöhet szemből a Deziró. Tehát tényleg, annak azért nincs értelme, hogy itt veszélyeztessem magamat. Most itt mellette elsétálgathatnék, de... Szóval én nem akarok azért ilyen sem problémát, sem magamnak balesetet hozni. Nem, sajnos még ha felembe is lenne a menetrend, akkor se nagyon vállalnám, mert azért itt ez veszélyes, srácok. Tehát van egy határ mindig, amit meg kell tartani. És én igyekszem is ezt a határt betartani. Ugye látod, hogy itt még megy a vágány, talán ott kiszélesedik. Azt hallgatom, hogy mikor jön. Na, bejöttem itt közben egy kis utcába, mert tényleg annyira összeszűkült a rész, hogy valószínűleg most megy el a Deziró egyébként, és erről lemaradunk, de láttunk már Dezirót is, hogy túléljük, és hát megpróbálom megkerülni itt a háztömböt, és akkor még a villamosra való csatlakozást megmutatni, ha kibírja az aksi. Úgyhogy hajrá, hajrá! Na, hát egy jó nagyot kerültem, és azt hiszem, hogy itt majd nekünk nem kell túl nagyot sétálnunk. De hát ott még van egy érdekesség, srácok. Ott is van egy leágazás, az igen. Na jó, megnézzük előbb a villamos csatlakozás, és hogyha marad még nafta aksiba, akkor megnézzük azt is. Mert ugye itt van egy ilyen büdös árokszerűség, nem tudom mennyire látjátok, szerintem semennyire. És nem tudom pontosan, de valahol megvan neki a nyoma, ahol a villamos ugye keresztezte a Lajosmizsait. És valahol itt ebben a magasságban kell. Ugye 1983-ban szűnt meg az 51-es legendás 51-es Nagyvárad tértől Pest Imréig bejárta itt a területet, és az elmúlt 40-50 évben itt teljesen átváltozott a környék, tehát rá se lehet ismerni, hiába hozunk fel régi képeket, nem tudjuk azt mondani, hogy aha, az a, mit tudom én, már akkor is itt állt, mert nem. Tehát ez itt egy olyan külterületi rész volt, nem úgy, mint ma. Úgyhogy én arra tudok gyanakodni, hogy ott a jelző, és volt jelző is, egy kis bódé is volt, hogy valószínűleg itt lesz, ahol a villamos áthaladt. Megnézzük, és úgy néz ki, hogy ennyi lesz a videó, srácok, mert a nafta elfogyott. Úgyhogy ha valami érdekesség, személyesen meg fogom nézni ezt a kiágazást, ha valami nagyon érdekes, akkor arra fogok csinálni külön videót. Hát, ez egy jó kérdés. Láttatok itt egy jelző. Valaha volt itt egy épület, de ugye itt megint a büdös árok szerűség van. És nem hídon ment át a villamos, tehát...
Ajjaj, pedig egyszer már megtaláltam, srácok, és lehet, hogy most túl is jöttem rajta, tehát még az is előfordulhat. Nem tudom. Hát én azt gondolom, hogy szerintem itt, valahol itt lesz inkább. Tehát itt még a kis patakocska előtt, mert ugye a képeken sehol sincsen patak, és ugye szintbeli kereszteződés volt itt valahol. Nem tudom, srácok. Szerintem... Aha. Szerintem itt volt valahol, ahol elhaladta a villamos. De írjátok meg, aki esetleg tudja pontosan, de nagyjából én ide satszolom, és azt képzeljétek el, hogy itt szembe tovább ment a villamos, és szépen haladt Imre felé, Bivajléten át, mindenen túl. És én ezzel megköszönöm a figyelmet, hogyha támogatnátok PayPal Patron a leírásba, Facebookos csoport és e-mail cím szintúj. Srácok, nem tudom a hétvégén, hogy lesz videó, Szegeden leszek, próbálok nektek minél hamarabb jelentkezni. Addig is megköszönöm nektek most a figyelmet, sziasztok!